A Magyar Vöröskereszt 5 vidéki nagyváros bevásárló központjában gyűjti a karácsonyi adományokat decemberben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet igazgatója, Szarkáné Kövi Márta elmondta, már augusztusban elkezdtek felkészülni a téli időszakra, és felkeresték a helyi termelőket, akik élelmiszeradományokkal járultak hozzá a rászorulók megsegítéséhez. Az összegyűjtött ajándékokat még az ünnepek előtt elkezdik kiosztani. Ma kezdődött az adománygyűjtés a Nyír plázában, ez a leghosszabb gyűjtés, de vannak kint persejeink a metróban, a praktikerben, a korzóban, a Tesco-ban, mindenki megtalálja, mert látványos helyen van. Gyűjteni fogunk a Tesco-ban december 11-12-én, december 11-én gyűjtünk a Coca-Cola karaván keretében, és mindenféle adományt szívesen fogadunk a Malomut 3 szám alatt is. A karácsonyi adománygyűjtésbe helyi vállalkozások is bekapcsolódtak. Több cég az ajándékcsomagokba kerülő apróságokat ajánlott fel a rászorulók számára. Vannak olyan megyei vállalkozások is, amelyek már évek óta készpénzzel segítik a Vöröskereszt munkáját az ünnepek előtt. A Magyar Vöröskeresztnek az Adomány Express jótékonysági akció keretében ajándékoztunk 150 ezer forint összegű készpénzt, ami már számunkra egy hagyomány, ez az adományozás, tehát minden évben segítjük a Vöröskereszt munkáját, és fontosnak tartom, hogy a megyében lévő rászorultakat is ezáltal segítsük. A Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra, az ünnepek előtt csalók visszaélhetnek a szervezet nevével. Fontos tudni, hogy a Vöröskereszt önkéntesei semmilyen esetben sem keresik fel a lakosságot az otthonaikban, és a helyi gyűjtéseken sem szólítanak meg senkit közvetlenül pénzt kérve.